Sziasztok, Krisz vagyok, és ebben a videóban az aktív kikapcsolódásról lesz szó. Úgy döntöttem, hogy nem szeretnék ennek az egésznek egy új sorozatot indítani, hanem ilyen vlogos keretek között fog futni az egész. Mostanság sokat dolgozom, és nem mindig érzem pihentetőnek azt, hogy hazaessek, ledülök a kanapére, és bekapcsolok egy sorozatot. Így hát úgy döntöttem, hogy kicsit így az aktív kikapcsolódás felé is veszem az irányt, és ebben a videóban segítségemre lesz, Oliver! És így várj, most így hogy? Csak így? Ügyben. Csak ülj le! Ja jó, oké. Sziasztok! Így előjáróban megkérdezzük Olivert, hogy ő mégis milyen aktív kikapcsolódásokat szokott alkalmazni a hétköznapjai során. Hát igazából edzek, eljárok vagy kondízni, vagy otthon szoktam igazából legtöbbször edzeni saját testsúlyra, de így eljárogatni nagyon a konditermet leszámítva nem szoktam. Szóval így nincs olyan aktív kikapcsolódásom, leszámítva a YouTube-ot. Nincs életem. Az életem az nekem sincs, ne aggódj. Na akkor reméljük, Olivert is meg fogja mozgatni ez a fallabdázás. Fallabdázunk? Mehet! A squash csupán magyarul kapta a fallabda jelentést. Az eredeti angol szó a megütött labda által kiadott hangra utal. Az ütős labdajátékok már az 1800-as években is népszerűek voltak, legfőképpen Angliában. Ekkor tájt alakult ki az úgynevezett rackets, mely tulajdonképpen elődje volt az általunk manapság játszott squashnak. A dolog érdekesség, hogy a racketset egy londoni börtönben kezdték játszani, majd később az iskolákban vált egyre népszerűbbé. A meccsekre várakozó diákok unalmukban a falhoz ütögették a labdáikat, és 1830-ban a squashra is szabályokat alkottak. Hamarosan rájöttek, hogy a kemény racketgolyó helyett puhább labdára kell váltani, mert így még változatosabbak lesznek az ütések, és a játék is jóval nehezebbé válik. Nem sokkal később a szabályokat egységesítették, és szép lassan kialakult a fallabdázás két fajtája. Európában a softball, Észak-Amerikában pedig a hardball terjedt el. A különbség a labdák keménységében és a pályák szélességében rejlik. Az első nyílt squash bajnokságot 1930-ban tartották Angliában. Magyarországon a squasht 20 éve játsszák, de igazán népszerűvé azokban csak az utóbbi 10 évben vált. Valószínűleg egyre többen a filmvásznakról ismerkedtek meg az új játékkal, és fokozta az érdeklődést még az is, hogy néhány sztár fallabdát választotta hobbijává. Jelenleg közel 50 egyesület és legalább 100 squash klub van Magyarországon. A pályák gyakorlása pedig elérhetőbb árakat is eredményezett, ami mindenkinek jó. Kezdetben a kevés terem és a sportszerek viszonylag drága volt ugye amiatt, mert kevesen választották ezt a sportot. Ma már szinte csak kedv kérdése, hogy mégis szeretnél squashozni menni, vagy nem. Linger between the words to say, eh? To say the words you remember. Now we're here to take control over your body and over your soul. We're gonna take back everything and lose it all. Oh,
until the very last hour. We still got few more days to slay, eh? It's gonna get so much louder. Now we're here to take control. I believe I can fly. Gonna take back everything and lose it all. Szóval most végeztünk a squash-sal, aztán hogy érezted magad? Szerintem tök jó volt, így tök jó, ahogy beszéltük is, hogy amikor az ember az irodában rohad 8 órát naponta, akkor utána tök jó kikapcsolódni ilyen szinten, hogy egy kicsit lefárasztod magad testileg és nem szellemileg. Így van. Én mondjuk még sem squasholtam, nekem ez volt az első. Baromi érdekes volt, és nem igazán figyeltünk a szabályokra, mert én nem is annyira tudom őket, meg igazából maga a játék és ez az egész, tényleg ez az aktív kikapcsolódás része sokkal jobban megmozgatott és izgalmasabb volt, mint hogyha magára a játékra, meg erre a versengésre figyeltünk volna. Úgyhogy nagyon jól kimozogtam magam, én nagyon jól elfáradtam, és szerintem holnap hatalmas izomlázam lesz. Valószínűleg nekem is. Szóval most elmegyünk kajálni valahova, a social media elérhetőségeket lent az infoboxban megtaláljátok, és akkor találkozunk jövő héten. Sziasztok! Hello! Amit elfelejtettem még mondani az, hogy most átjöttünk Olivérhez, és hozzá is veszünk fel egy videót, amit majd lent a leírásban a linken meg tudtok nézni.